Kedves nézőink, mint ahogy azt láthatják, a Gyöngyös Dabas Magyar Liga Kupa mérkőzésen a Gyöngyös magabiztosan vezet az első játékrész végén 17-14 arányban, és hamarosan folytatódik a második játékrész a pályán. Azt kell, hogy mondjam, hogy parádés játékot nyújtottak a sárgamezesek eddig. Az első játékrész első 10 percét átengedték a Dabasnak, hogy elhiggye, hogy van még valami keresnivalója ezen az estén, így Gyöngyösön. Aztán szép fokozatosan úgy a 15. perctől átvették a mérkőzés irányítását, az egalizálás is megtörtént, és most már 3-4 góllal kényelmesen vezetgetnek. És gyorsan ott folytatják, ahol abba hagyták. István Péter a mérkőzésen az első gólját szerzi. Mindjárt úgy mondom, berúgva vagy bellökve a csapatot a második játék részre. A lendület tekintetében igaz ugyanúgy, még 15 másodpercig ember a hátrányban van a Dabas a 17-es Kis Attila kiállítása miatt, de talán azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem sokat befolyásol. A mérkőzésen Tóth Mihály kapus kezdett, és utána a felénél, ugye a 20. perc tájékán, vagy 15. perc tájékán váltottunk Buzogány Barnára. Német Tomi lendületes ellentámadásból újabb gól. És azóta Buzogány Barna beragadt a kapuban. Kíváncsi vagyok, hogy végigvédje majd ezt a Liga Kupa mérkőzést. Ugye a Csurgó elleni bajnoki találkozón parádésan védett. Elsősorban részben jelentős része volt, inkább így fogalmaznék, a győzelem megszerzésében. 5 gól most a Gyöngyös előnye, ugye ne felejtsük el, hogy 4 volt a Dabasi Liga Kupa mérkőzés első fordulójában. Ebből eredően talán mindenki kitalálhatja, hogy ajajaj, Sibegi mindenkin keresztül gázolva megpróbált betörni. Ott már jobb kísérlete is. Ott a jobb szélen az nem jön be. Ország nem tudja magához ragadni a labdát. Szóval egyenlőre az történik a pályán, amit a gyöngyösi játékosok és a szurkolók szeretnének látni. Most éppen Gráf Martin jön be 55-össel. Egy kis irányításra, fiatal tehetség. Egyre több lehetőséget kap. És egész biztos, hogy talán ő lehet a közeljövőben az az egyik gyöngyösi játékos, aki saját nevelésüként majd stabilizálhatja a helyét az NB1-be. Most éppen egy 7 méteres harcolt ki, melyet Varsondán Milán dobhat. A mérkőzésen az 5. 7 métereshez készülődhet Varsondán Milán. Eddig mind a 4-et értékesítette különböző módozatokban. Azt kell mondjam, hogy ez a mostani sem lesz nehezebb feladat. Kapuban ugyanaz van. Holló pedig most sem tudja megakadályozni a Gyöngyös 15-ös dobban, hogy megdobja az 5. 7 méteresét is, mármint eredményesen. Úgyhogy egyelőre Varsondán Milán parádézik. És ne felejtsük el, hogyha megnézzük, hogy Varsondán Milán attól függetlenül, hogy 7 méteres specialista is, de a bajnokságban is eléggé szépen gyártja a gólokat. 63 góllal ott van a második helyen, ha jól látom, igen. Vitár Márquez 78 gólja, az, aki nevezzük úgy házi gól királyként viszi a prímet. Közben 11-essel Zakics egy újabb góllal gazdagítja a saját maga tárházát, a csapatának pedig a 15-et dobja. Így alakult ki pillanatnyilag a 20-15-ös gyöngyösi vezetés. Az első félidőben a játék alapján még ki kell emeljük Milorád Krivokapicsot, aki vagy parádés átadásokkal lepte meg a társait, és abból lettek gólok, vagy pedig önmaga dobott 4 gólt szebbnél szebb átlövésekből. Hoppá, ez pedig egy igen és erőszakos Zakics Bence gól újra. Jó messziről, szép volt. István Peti pedig gyakorlatilag felső létszerű, mondhatnám azt, hogy szerencsétlenül jött ki ebből a történetből.
persze dobhatott volna gólt is ebből a lehetőségből, amit az előző támadásban kapott. Minden esetre nagyon nagy baj nincs, a második fél időből 5 perc telt el, 4 góllal vezet a Gyöngyös, és azt gondolom, hogy ez nagyon nem is lesz már ma másként. Újra István lerántás, szerintem most már végleg elköszönhetünk a Dabasi 23-astól, mondjál meg is nézem, nem? Még van egy esélye országnak. Ország nyakánál fogva rántotta le István Pétert, aki kiharcolja az újabb gyöngyösi 7 méteres, és ezáltal Varsandál Milánnak egy újabb gólszerzési lehetőséget. Na nézzük, hogy mit old majd meg nekünk Varsandán. És jól látom, kapus cserél, Pallag Péter jön be, Olló helyett, hát, hogy mennyit segít, azt nem tudni. És még egy kis vax felszedés a küzdőtérről, aztán labdacsere is lesz. Lesz labdacsere is. Hát ráérünk így szerda este, itt elücsörünk a Dr. Fejes András sportcsarnokban. És kellemes zenével, egy spanyolos hangulatban. Ez biztos, hogy a dabasi fiúk nem szaggatják szét az Istrángot, hogy a Liga kupában szerepeljenek. Egyébként nem tudom mennyire meglepetés, de a Dabas ott van a Magyar Kupa döntőjében, a Veszprém a Szeged mellett, úgyhogy ez szerintem ő nekik már mindenképpen egyfajta elégtétel. Második alkalommal Varsandán. Palag elcsúszott és belkapta a lába, hát aztán Varsandán nem nagyon tehet. Minden esetre Varsandán Milán bedobta másodszorra, hogyha így adta a sors, akkor másodszorra is. Bocsánat, Hollókapus volt az, aki ott szenvedett, és le is jött a kapuból. 21-16, és ember előnyben van, mint ahogy mondtam, ország kiállítása miatt a Gyöngyös. És fogalmazunk, hogy egyre távolabb kerül az a zóna, amit veszélyzónának mondhatnánk, hogyha a Dabas erre a mai mérkőzésre nagyon rágyúrt volna. Halász dob egy gólt még most. Halász Levente egyébként, Halász Mátének a testvére, aki még így Gyöngyösen is megfordult. Bizonyára sokan emlékeznek a játékára a tatabányai fiúnak. Ha jól emlékszem, talán Tóth Misivel egy időben érkezett. Pallag jön vissza most egész biztos a Holló helyett a kapuba. Gráf próbálja földről összevarázsolni a labdát. Krivakapics. Gráf. Kornyák teszi le a szélre. Háj, kapufa hetes. Belővédekezés mutat a játékvezető német. Tamás a 7 méteres kiharcoló, még egy törlés is jöhet. Varsandán pedig mosolyogva jön. Nem mondom, hogy unja a heteseknek a értékesítését, azért már 6 darab 7 méteres bedobni biztos kézzel, az sem kis teljesítmény. Hát itt a hetedik. Ez is benn van. Mondhatnánk azt, hogy Varsandán Milánnak nem nagyon kellett megizzadnia, hogy 7 darab gól dobjon. Elég volt csak bekocogni a 7 méteres vonal mögé, de azért gondoljunk bele, kedves nézők, hogy nyilván egy 7 méteres dobni nem kis koncentrációba jár, és hát különösen hetet, mert ugye a kapusok azért szintén számolgatnak és próbálják eltalálni az irányt, de hogy 7-ből egyszer sem sikerült eddig, az is tény. Buzogány spárgáját láttuk, és Gábori szedő össze labdát, közben Ubornyák, mehet egy lendületes kontratámadás. Ubornyák cselezget még, Sipeki kapufára dobja labdát. Ez az ígyszer most kimaradt. Bíró. Ez szép támadásbefejezés, Borsós Tamás. Látható, hogy ő azért átlövésből ott van. Hát,
jó lesz, hogyha nem állunk bele ebbe a tempóba, mert gondolkodás nélkül az 5 gólos előnyt el tudjuk bukni. Na nézzük. Bornyák, Krivo, Gráf, Krivokapics, Gráf ott üres a bal oldalunk, nem ő. Hopp, levegőben lökés. Hát, lehetett volna kiállítás. Akkor viszont be kellett volna fejezni a játékot Ország Ádámnak. Észre lehetne venni ilyenkor egy kicsit is. Felhívni a figyelmet a játékosnak, hogy rá lehet játszani az én emberre. Gráf, Halász. Felemeli a kezét, elnézést kér. Gráf már lábbal megverte őt, miután beakasztotta a továbbfutást. Illetve, hopp, ez nagy ránt, nagy lerántás, és még csodálkozik is. A Dabasiak 18-as, hát ez nem igaz. Annyira nem lehet eldobnia magát. Balogh Gábor mehet 2 percre. István Peti szerette volna, hogy gól legyen, de csak szabad dobás van. Én azt hittem simán, hogy 7-es. Sajnos az órát megállították a játékvezetők, úgyhogy ennyivel nem vagyunk előrébb. Krivokapics. Oj, micsoda kínai figura. Ezt nem megadni, kedves játékvezető. Hát legalább a látvány miatt, de nem igaz. Zubornyák nem hiszem, hogy lelépett. Ott pedig nem sikerül a labdát megfogni. Nemes egyszerűsége Kis Martinnak. Néha a játékvezetők elmehetnének Sasnak. Hát, ha levadászna őket valaki. Gráf Martin. Krivokapics. Bornyák. És megint kell egy gyöngyösi gól, István Peti kezéből kicsúszik a labda. Halász vezetheti végig. Hát ő már odáig elszaladt, akkor be is dobja. Ember hátrányban gólt kapunk. Nem túlságosan szép. Közben a közönség reklamál. Halásznak az 5. gólja. A jelzőket most nem idézem, amit a szurkolók tesznek. Ott a nagy rész, gyerünk! 7-es lehetne, ha éppen a játékvezető is úgy akarja. És most megy a véglegesen pihenőre. Visszahúzásért. Valószínű biztos így számított Ország Ádám, és nem fogja tudni végigjátszani ezt a mai meccset. Én ezt már 10 perce mondom. Ezzel együtt 2 ember hátrányban van, még egész jelentős ideig, legalább fél percig a Dabas. És kicsit meg kéne lovagolni ezt a lehetőséget. Azért egy góra feljöttek a piros mezesek. Ez nem rossz a részükről, kaptunk gyorsan 2-3 kontragólt. Szinte vissza se tudtunk érni a labdavesztésből. De hát most Varsandán Milánon a világ szeme, hogy bedobja vajon a mai napon a 9. 7 méteres gólját. Be. Ballag Péter elmozdult balra, Varsandán Milán pedig jobbra eldobja a labdát, ami a hálóba landol. Ezzel 26-24-re a Gyöngyös vezet továbbra is rendületlenül. Ugye 17-14 volt a félidőben a fordulásnál. Az a 3 gól már nyilván volt több is, kevesebb is. Most 2 a pillanatnyi különbség a Gyöngyös javára két csapat között. De ezzel együtt magabiztosan eljátszogat mindkét csapat. Ha van lehetőség, dob gólokat, ha nincs, akkor pedig mindenáron nem erőlteti nagyon a túl magát egyik együttes sem. Különösen a Dabas, aki most már egyel többen van a pályán, mert ugye 2 ember hátrányban volt. De ez még mindig sokáig fog tartani, legalább 1 perc, 10 másodpercig. És ezek a tipikus szabálytalanságok, az időhúzó szabálytalanságok, Borsós megtette ezt. Üres a kapu, nincs itt Uros Viloszki, aki ilyenkor labdát tud szerezni és gyorsan gólt dobni. Tóth Misi, most még lehetne Gerdánnak, nem, már benn van a kapuban. Ballag.
26-25. És magunk alatt egyre hangosabban hallom Konkoly Csaba edző hangját fölcsattanni. Nem éppen simogató meleg szavakat mond. Na gyerünk Milánka, most dobj egy simogót, az nem megy. Átövésből, vagy bedobás, bevetődésből most nem. Egyelőre ma 7 méteresekre van hitelesítve Varsandá Milán. Ebből böcsülettel dobott 9-et, úgyhogy nem panaszkodhatunk rá. A mérkőzés utolsó 10 perce kezdődik meg. 26-25-ös gyöngyösi vezetésnél. Teljes létszámban a pályán a piros mezes Debasi csapat. Gyakorlatilag a kettős ember előnyből nem tudtunk egyetlen egy gólt sem dobni. Illetve a 7 méteres bocsánat Varsandán értékesítette. Uda mellé. És valahogy nem érezte kaput Zakics Bence, aki egyébként egész jól játszott, vagy eredményesen úgy mondom a második fél időben. No, Grimm Kapisnak az átadásaiból ma a második játékrészben már nem születtek gólok, és egyébként a rotinos játékos nagy lövésekre, sőt kis lövésekre sem vállalkozott itt a második fél időben, pedig nem ártana, mert valahogy másfél nem lesz gól. Graf Martin dobott egy-két gólt és egy-két kapura lövést, most már passzív lesz. Kivel Kapics elmegy, megrázza magát, egy szép gólt dob. Dabas próbál egy gyors kontrát, de ennek már oda. Halász kis, Halász borsós. Milorad Krivokapicsnak ez az ötödik gólja a mai mérkőzés során. 27-25, és gyakorlatilag olyan játékot mutat be a gyöngyösi 34-es, amilyet szeretnénk, hogy mindig mutasson a bajnoki meccseken is, amikor pályán van. De egyébként hozzá kell tegyem, hogy többnyire, amikor pályára lép, akkor azért nagyon hasznosan tud közbeavatkozni, és egy-egy holpontról át tudja lendíteni a csapatot. Sipeke és Kirokapics védekezik hasznosan. Borsos, Halász. Oda messziről, itt nem lehet gólt kapni. Nem üres a kapubornyák, megnézte, hogy hát, ha mégis. Aztán mégsem. Varsandán vezet, geti föl a labdát a bal szélem. Graf. Lassan pörög a homokóra, hát még a digitális. Mondanám azt, hogy nem ártana, hogyha már vége lenne a meccsnek. Mindenki kellően el van fáradva, azt lehet látni a gyöngyösi fiúkon is. És szerintem a Dabason is, akik fontos meccset játszottak. Szép találat. Kubornyák Dávid 5. gólját dobja. 28-25. Most megint az látszik a Dabason, hogy megfáradt. Öreg fiúk csapatát alkotva nem igazán akarnak ők már nyerni a mai estén. Mi pedig, bármint a gyöngyös szintén azt várja, hogy véget érjen ez a találkozó, és a legjobb négy között tudhassa magát. A között a legjobb négy között, akikben már ott van a Csurgó csapata, ott van, ha jól emlékszem, a Eger, illetve a Vecsi együttese biztosan. Hát reméljük, hogy a gyöngyösről is ez elmondható. Én azt gondolom, hogy viharos sebességgel közeledünk e felé. A legjobb négy között is van egy oda-visszavágó. Megtámasztás Borsós és Ubornyák. De nem csípni egymást a két ember. Sokszor szaladtak már egymásnak. Na, szabad dobás, nem, sarokdobás lesz. És passzív mellett viszik végig a támadást. Ferenci próbál lefordulni. Ellenfeléről Halász lép nagyokat, és dob is nagyot. Halász Levente. 6. gólja a Dabasi 10-esnek. 28-26. Még bizony szoros a találkozó. És még 6,5 perc van hátra. Amit, hogyha gyorsan számolunk fejbe, akkor az legalább 10 támadás.
ha ezen megosztoznak, akkor az azt jelenti, hogy 5-5 támadás, a kérdés, hogy ebből hány gól születhet. Graf, de borsós mellett nem fog tudni elmenni. Kicsit fizikailag is külön súlycsoportban vannak egyenlőre. Kirill Kapics. Megint. Marson, de az nem jut el az átadás. Hogy miért, azt ne firtassuk, a játékvezető valamit fúj, de hogy mit, azt én nem értem. Borsós, ó, van mellé, köszönjük szépen. Fogja a fejét a Tabasi 15-ös. Rég dobott már ilyet kapura. De erre mondom azt, hogy gyakorlatilag van 10 támadás, és ha ilyeneket csinálnak a tabasi fiúk, akkor nem kell, hogy aggódjunk. Most már leginkább csak arra kell koncentrálni, hogy ne sérüljön meg senki. Ubornyák, Graf kap egy fülest. Aztán egy rúgást is, de tovább mehet Halász, hogy biztos értékesíti a labdát, mármint a Zitzert. Halász Levente 7 gólos, egy-egy ilyen gyors elrohanásból azért pillanatok alatt odaér a Dabas. 28-27. Visszakerül Sipeki a csapatba. Graf Marti lemegy, úgy tűnik ezen az estén már nem kap lehetőséget. Most mondanám azt, hogy Juroszewski még nem játszott, de már egész biztos nem is fog szerintem, ha már eddig nem lépett pályára. Bornyák, Kirill Kapics. Kapufa. Majdnem megfogta a dabasi fiú labdát, de azért csak hozzáért. Belekapott kis, úgyhogy egyenőre marad a gyöngyös lejátékszer. Ezzel is elment jó néhány másodperc. Sipeki nem vállalja a lövést, inkább bemegy a falba. István Peti kijön, Kirill Kapicsnak teszik fel a labdát lövésre. Egy csuklóból próbálja elküldeni, nem volt túl erős, és ezért nem is jutott át a labda a veszélyes zónán a gólvonalon túl. Kis, Halász, Borsós, Halász, Kis. Onnét nem lehetne gólt kapni, nem is lesz gól. Tóth Mihály tartja kezében a labdát, magasan mutatja a játékvezető, hogy jöhet a gyöngyös, bár elég furán mutatta, mert mint a 7-es mutatott volna először, azt hittem. No hát, végig kilódjuk már ezt a 3,5 percet valahogy, 28-27. Mondanám azt, hogy a Dabasnak 5 gólt kéne dobni ahhoz, hogy nyerjen és tovább jusson. Erre talán most már kevés esély van. De még egy percet ki kell bírni legalább. Bornyák. Harcos barátaink a földön. Bakos Olivér. Jaros szintén fiatal ember, a gyöngyösi 11-es, aki lehetőséget kap a felnőtt csapatban megmutatkozni, illetve megméretni magát. Hopp, Jaros már le is rántotta az ellenfelet a földre, ez jó. A felső sarokban egy átlövéssel viszont eredményes. Csatilla. Újra döntetlen az állás, mint a kezdésnél, vagy azt követően a első játékrész 11. percében volt utoljára döntetlen. A közönség egy kicsit tapsol és dobol át, mindenki felébred a végére. Jaros. Egy átlövési kísérlet azért benne van a fiatalemberbe. Ő bátran elküldi kapura labdát, lesz ami lesz. Támadhatott Dabas a győzelemért, mondanám. 2 percen belül vagyunk a mérkőzés vége előtt. Halász. Jaros kapaszkodik bele Balog mezébe. Kis. És már ott is a fiatalok a pályán. Gerdán még biztosan megtaszalítja Kist, hogy nehogy tovább lépegessem. Még egy perc, talán egy gól a Dabas és egy gól a Gyöngyös részéről, és akkor
mindenki békével az, amelyet egy döntetlen eredményen a tisztesség kedvéért. De egyelőre még a Dabas csak kísérletet tesz a támadásra is. Sipeki védekezik remekül, Jaros. Na, összeszedi a labdát, össze, és szerencséje van Olivérnek, aki a kapufáról bevágja a labdát, vagy bevarja. 29-28 és az utolsó percen belül a Dabas fejezheti majd be az akciót, akár góllal, akár nem, de egy biztos, hogy Gyöngyös vagy nyer, vagy döntetlen, de már bent van a Liga Kupa legjobb négy csapata között. Ez volt a fő cél, ezt elérték Konkoly Csaba a játékosai, úgyhogy ezért gratuláció jár, és a ma este pedig nyilván sokkal többet ért, mint egy sima edzés, itt pedig egy labdavesztés, még Urbán Egon fejezheti be góllal, be is fejezi, ha már arra jár, dob egy gólt Urbán Egon is. 29 perc 37 másodperc, tehát még egy dabasi gól is belefér. Összességében azonban ezen az estén azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy a Gyöngyös nyeri a találkozót, vagy legalábbis biztosan olyan eredményen zárja a mérkőzés, hogy tovább tudja jutni a Liga Kupába. Hát majd meglátjuk a legjobb négy között. Halász dob még egy szép átlövés gólt, ő egészen jó belejött a mérkőzésen. Összességében azonban itt a vége. 28-29, egy gyöngyösi győzelemmel zárul ez a Liga Kupa találkozó Dabas ellen. Kedves nézőink, azt gondolom, jó szórakozhattunk. Ott van a Gyöngyös a legjobb négy csapat között a Liga Kupában. Gratulálunk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Kedves nézőink, ez volt már a Sporthét. Stábunk valamennyi tagja nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.